Kegyelem nektek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő fiától, ami urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett gyülekezet, Isten hozott bennünket a képernyők, vagy éppen a telefonunk hangszórói előtt, bőjt első vasárnapján, azért, hogy megünnepeljük a vasárnapot, megünnepeljük az Úrnapot, megünnepeljük azt, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus meghalt és feltámadt miértünk, Úrnapján ezt ünnepeljük. Tesszük ezt egy ilyen nem teljes, nem igazi, hasonló, virtuális közösségben, mégis hiszük, hogy az Isten szent lelke és igéje megerősíthet ma is bennünket ebben a mi közösségünkben, az igével, a lélek által, Krisztusban és egymással, így adja meg, hogy ezen a bőti alkalmon, a húsvétra készülő vasárnapok első alkalmán adassék nekünk ez az igei testvéri közösség. Szeretett gyülekezet, az igét olvasom, amint az írva van János evangéliumában, a 18. részben, az első 11 verset olvasom. János evangélium a 18. rész első 11 versét olvasom. Miután ezeket elmondta Jézus, kiment tanítványaival a Kidrón patakon túlra. Volt itt egy kert, ide ment be tanítványaival együtt. Júdás, aki elárulta őt, szintén ismerte ezt a helyet, mert gyakran gyűltek ott össze Jézus és a tanítványai. Júdás tehát maga mellé vette a katonai csapatot, a főpapoktól és a farizeusoktól küldött templomi szolgákat, és odament fáklyákkal, lámpásokkal és fegyverekkel. Jézus pedig, tudva mindazt, ami reá vár, előlépett és így szólt hozzájuk. Kit kerestek? Azok így feleltek. A názáreti Jézust. Én vagyok, mondta Jézus. Ott állt velük Júdás is, aki elárulta őt. Amikor azt mondta nekik, én vagyok, visszatántorodtak és a földre estek. Ekkor újra megkérdezte tőlük, kit kerestek? Ők ismét ezt felelték, a názáreti Jézust. Jézus így szólt, megmondtam nektek, hogy én vagyok, ha tehát engem kerestek, engedjétek ezeket elmenni. Így kellett beteljesednie annak az igének, amelyet mondott, azok közül, akiket nekem adtál, nem hagytam elveszni senkit. Simon Péternél volt egy kard, azt kihúzta, lecsapott a főpap szolgájára, és levágta a jobb fülét. A szolga neve pedig Márkus volt. Erre Jézus így szólt Péterhez, tedd hüvelyedbe a kardodat, vajon nem kell-e kiinnom azt a poharat, amelyet az Atya adott nekem? Idáig tart a felolvasott igeszakasz, röviden csendesedjünk el, mondjuk egy fohászt. Úrunk Istenünk, mindenható Atyán, köszönjük neked, hogy elindítasz bennünket, újra és újra. Elindítottál bennünket adventkor, elindítottál bennünket ennek a naptári évnek az elején, és elindítasz bennünket most itt a bőjtnek az elején is. Újra és újra szükségünk van tőled jövő indításra, ha szabad így mondani, löketre, inspirációra, mennyei erőforrásokra, és köszönjük neked, hogy te rendezted úgy az életünket, annak ritmusosságát, hogy benne legyen ez. A munka és a megállás, a nekilódulás és a megpihenés. És köszönjük, hogy adtál időnként, akár az éjszakokhoz mérten, az Ószövetség népén is láttuk ezt, de akár a heti ritmusban, olyan lehetőségeket, ahol föltankolhatunk, erőt gyűjthetünk, neki indulhatunk újra. Köszönjük, hogy valami titkos módon
Nálad előbb van a pihenés sokszor, és aztán a munka. Már hogy így adsz bennünket, így készítesz nekünk. De találhatod, hogy sokan fárasztó hétből jövünk, sokan küzdelmes időszakból jönnek, munkából, munkahelyi küzdelmekből, felgyülemlett munkahelyi feladatokból. Van, aki egészségügyileg küzdött az elmúlt időszakban a közösségünkben, van, aki a gyász fájdalmával néz, és nézett szembe az elmúlt időszakban, szinte újra és újra. Egyszerre van mögöttünk, és van előttünk valami, most pedig itt vagyunk, a te feltámadásod napján, hogy erőt gyűjtsünk nálad és tőled. Köszönjük neked, hogy nem úgy adsz erőt pusztán, hogy megveregeted a vállunkat, hogy hajrá, gyerünk, ügyesen, csak így tovább, hanem egészen különleges módon megmutatod nekünk a mélységekből feljövő magasságot. A sötétség kincseit, ahogy Ézsaiás mondja, megmutatod a szenvedésedben is, az erőt. Így add meg ezt nekünk most is. Amen. Szeretett gyülekezet! Ezen a mai elcsendesedésünkön, igére, Istenre figyelésünkön az ige szakasz, ami itt előttünk van, János 18:1-11, ebből hangzik ma az ige magyarázat, amit az imént felolvastam. Azért is, ahogy mondtam is, bőjt első vasárnapja van, és a gyülekezetünkben itt Diósdon most húsvétig Jézusnak a szenvedés történetét látjuk majd János evangéliuma alapján, majd aztán húsvéttól pünkösdig a feltámadás történeteket. Tehát gyakorlatilag a 18. résztől az evangélium végéig fog menni ez a sorozat. Egészen pünkösdig, ha Isten megsegít bennünket és élünk. Többek között azért is, hadd mondjam, mert a karácsonyi ige szakaszunk is már az evangéliumból volt, a bibliaolvasó kalauzunk is, János evangéliumát veszi mostanában, aki olvassa a napi beosztást, úgyhogy az evangélium milliójébe vagyunk benne. De nem utolsó sorban azért is vagyunk így most a jánosi passióban, a jánosi szenvedéstörténetben, mert a gyülekezetünk idei, évi iránya az az én vagyok a szőlőtő jézusi kép, amelyik szintén ebből az evangéliumból van. Ez a kép az élet hordozója, egészen egyértelművé tette Jézus ezzel a mondatával, ahogy hallottuk évelején, a Jézussal való közösségben lehet gyümölcstermű, áldásos, termékeny életet élnünk. Nos, a következő hetekben az életet, a nagybetűs életet látjuk szenvedni, meghalni, feltámadni. Eleve nagyon nehéz kimondani ezt a mondatot. De nem más ennek a sorozatnak a célja, lásd János evangélium a vége, mint hogy ebből hit fakadjon. Hit. És ebben a hitben életünk legyen, mint a szőlővesszőnek a szőlőtő. Szeretett gyülekezet, hogyan lépünk bele a szenvedésbe? Úgy általában. Hogyan lépünk bele a szenvedésbe? Nekünk nyugati embereknek már a kérdés is nehezen értelmezhető. Tudomást sem akarunk róla sokszor venni. Még ha nyilvánvalóan a szemünk előtt is van a nehézség, akkor is inkább tagadunk. Akkor is inkább tagadunk. Ez az egyik. Aztán a másik, talán gyűjtögetem itt az érzéseket újbegyre, talán majd a beszélgetésben, a Zoomban erre is visszatérhetünk. Egy másik alapérzés a félelem. Félünk, hogy mi lesz. Mi lesz a kimenetele a szenvedésnek. Hogyan zárul? Hát persze, most gondoljatok bármire, egy orvosi vizsgálatra, egy betegségre, akár nagyobb traumára, gyászra, egy haldokló családtagunkra, akit tudjuk, hogy el fog menni,
van egy szenvedés ebben, valami lesz ebből, de mi nem látjuk pontosan mi, valamivel bele fogunk lépni. És ez a pandémia is nagyon hasonló érzéseket kiváltott belőlünk. Aztán milyen érzések vannak még? Félünk, hogy gyengék leszünk. Hogy gyengék leszünk benne. Nem a végétől félünk, hanem hogy hogyan terít majd le minket. És végül, amit még idehozok, az a nagyfokú önzés ilyenkor, amit felfedezünk magunkban. Nagyon ritkán látjuk meg a másikat a szenvedésünkben. Még akkor is, hogyha velünk szenved. Még akkor is, hogyha sorstársak vagyunk. Csak a magunk baját látjuk. A baj, a szenvedés elmagányosít nagyon könnyen. Ezek nem törvényszerű érzések. Ne értsétek félre, és én senki nem ráolvasom. Felvetek néhányat. És talán most ezen a ponton azt mondod így, hogy hát most kapcsolok át valahol máshova, valami vidámabb igehirdetésre, valami derűsebbre. Nem lehetett volna valami derűsebb történettel itt vasárnap együtt lenni ezen a borongós vasárnapon? Hadd mondjam, hogy amiről ma hallunk, az éppen az erő. Hogy erős Istenünk van a szenvedésben. Hogy Istenünk, Krisztusunk erővel és hatalommal volt jelen. Olyan érzelmi szálak jelennek meg ebben a történetben, amik ezzel a dominanciával lépnek be. Mert hogyan lép Jézus a szenvedés történetébe? Hogyan van jelen? Egy sűrű mondatban ezt így mondanánk, hogy Jézus tudatosan, isteni hatalommal az övéit mentve, Isten akaratát teljesítve lépett bele a szenvedésbe. Hogyan lép bele, ami megváltunk a szenvedésbe? Ez ennek a mai szakasznak az alapvető kérdése. És az alapérzelmet már elmondtam, ezt az erőérzelmet. De az alapvető kérdés az ez, amiben ez a négy dolog kibomlik. Az első ez, tudatosan. Mindegyiket röviden csak megnézzük. Negyedik vers, evangelista így mondja, Jézus tudva pedig mindazt, ami reá vár, előlépett. Előlépett. Ugye este van, sötét van, Getsemáné kert. Túl vagyunk itt János evangéliumában, ugye, még a karácsonyi keresztelő János, az utolsó jánosi történet a kánai mennyegző volt, az evangélium nagy részét most átugrottuk. Ha Isten megsegítés élünk, akkor még évvégén még fogunk az evangéliumból szemezgetni. De, tehát itt vagyunk a Getsemáné kertben, sötét esti pillanat, és Jézus előlép. Egy kert. Emlékeztek az első emberre? A Szentírás leírásában az első ember, Ádám, bujkál a kertben. Bujkál. A második ember, az új ember, a Krisztus ember, ő nem bujkál, ő előlép. Nincs szégyelni valója sem Isten, sem ember előtt. Ki kell lépjen, nem bujkál, ki kell igye azt a poharat, ami adatot neki, majd a végén látjuk, 11. vers. Magyarul nem rátör a baj. Nem igaz rá a mondás, hogy a baj váratlanul jön. Ő rá ez nem volt igaz. Az egész evangelista világossá teszi ebben az elmondásban, hogy nem egy cselszövés áldozata Krisztus, hanem irányítója az eseményeknek. Tudja, hogy mi fog vele történni, és elébe megy. Másodszor, ehhez a szoros összefüggésben hatalommal lép be, isteni hatalommal. 4., 5., 6. verse. Nézzétek meg, megkérdezi Jézus. Kit kerestek, mire jönnek a római, ugye ez egy római csapat jött ki, elég komoly létszámmal érkeztek ki, és a templom szolgált is ott voltak, a fogmegek, és Jézus kérdezi, kit kerestek? A názáreti Jézust, mire Jézus azt mondja, én vagyok. És erre az én vagyokra a fogmegek visszatántorodnak, és a földre esnek. Pedig Jézus csak annyit mondott, én vagyok. Micsoda kontraszt az evangelista leírásában. Péter apostol, aki aztán a végén kardot ránt, és levágja az egyik szolgának a jobb fülét, más evangelisták hozzáteszik, aztán Jézus vissza is teszi azt a fület, de hát mit kezd azzal a karddal egy római csapattal szemben Péter? Semmit. Jézusnak nem kell kard, a szavával, én vagyok, földre teríti az ellene jövőket. Az egyik írásmagyarázó azt mondja, az Ószövetség legszentebb isteni önkijelentésének formulája ez.
én vagyok. Ugyanis ez az én vagyok emlékeztet, visszaidézi, megmutatja azt a mózesi találkozást. Nem baj, ha nem tudjuk ezt a történetet. A csipkebogyó bokor, amikor az égő csipkebokornál, az égő csipkebokornál ott megjelenik az Úr, és Mózes megkérdezi, ki vagy, mi a te neved, mit mondjak az enyémeknek, akkor azt mondja a mindenható, vagyok, aki vagyok. És ezzel felemelkedik, vagy ezzel inkább a nagyságát mutatja meg, hogy vagyok, aki vagyok, több vagyok, nagyobb vagyok, feletted vagyok, nem tudsz megfogni a nevemmel, nem tudsz irányítani. A katonák visszaesnek, egészen döbbenetes. Mert Jézus erővel és hatalommal lép bele, ami rávár. János evangélista tudatosan használja ezt az én vagyok mondást, mert így hallotta Jézusnak a szavaiból, erre épül föl a sok-sok én vagyok mondás, ezekre most nem térek ki külön, majd ebben az évben fogunk még ráutalni, meg a szőlőtől kapcsán már beszéltünk. De ez a mondás úgy is fordítható, hogy leszek, aki leszek. Nem csak vagyok, aki vagyok, hanem leszek, aki leszek. Azaz, ez a nagy hatalmasság, veled vagyok. Ez jelenik meg a harmadik tulajdonságában Jézusnak, ahogy belelép a szenvedésbe. Mert az övéit menti. Mert kiderül, mikor a katonák a földre roskadnak, 7., 8., 9. vers, hogy Jézus újra kérdez, kit kereste, megint válaszolnak a názáreti Jézust, és akkor azt mondja, megmondtam nektek, én vagyok, ezeket pedig hagyjátok elmenni, a 11 tanítványt, az enyémeket. És az apostol, mármint a János evangelista hozzáteszi a 9. versben, beteljesedik Jézus szava, akiket rám bíztál, nem hagytam elveszni, mondja egy ponton Jézus az atyának, az imádságában, a főpapi imában, azaz, itt most a római sereg nem fogta el a 11 tanítványt. Később még várt rájuk szenvedés, később még volt nekik küzdelem, de most még nem voltak rá készen, minden bizonnyal. Még a hitük nem volt rá kész. És ezért Jézus a hatalmát arra használja, hogy az övéit megmentse most a római, meg az inkvizíciótól, a szabad ezt így mondani. Végül egyértelmű a cél, utolsó vers, kik kell innom a poharat, amit az Atya adott nekem. Így lép bele Jézus a történetbe. Nem pusztán tudatosan lép bele a történetbe tehát, hanem az atyának engedelmeskedve, őtőle átvéve, ezt húzzuk alá, őtőle átvéve a szenvedés poharát, más így szenvedni. Tudom, kitől kaptam, olykor oka van, most leginkább célja van ennek a szenvedésnek, ez nagyon fontos itt, más így szenvedni. És hát itt már azért mindenképpen azt gondolom, hogy elkezdünk nagyon áthúzni önmagunkhoz. Hogy vagyunk mi a szenvedésben. Mindjárt odaérünk. De itt még nem rólunk van szó. Hanem a második, a megújult emberről van szó. Aki egyedül van, de mintha mégse lenne egyedül. Mert az atyától vette át a szenvedést. Ehhez a ponthoz szükségesnek látom, hogy Calvin idevágó gondolatát osszam meg a szenvedésnek az atyától való átétele kapcsán, amikor ezt nagyon át akarjuk húzni az emberi szituációkra. Ugyanis ilyenkor megjelenik a fanatizmus, Calvin figyelmeztet rá, hogy ez nem fanatizmust jelent. Nem kell keresni a szenvedést. Így írja, nem szabad hallgatnunk a fanatikusokra, akik tilalmazzák, hogy orvoslatot keressünk a betegségekre és egyéb bajokra. Mondván nehogy visszautasítsuk az Isten által nyújtott keserű poharat. Kárny így folytatja, tudjuk, hogy mindenkinek meg kell halnia egyszer, ezért fel kell készülnünk a halálra. Azonban mivel nem tudjuk, mikor jön el halálunk órája, az Úr megengedi, hogy az általa rendelt védekezéssel óvjuk életünket. A betegséget türelmesen kell viselni, akármilyen terhesek is testünknek, amíg azonban nem bizonyos, hogy halálosabb gyógyulást kell keresnünk. Csak attól kell tartózkodnunk, hogy olyasmivel próbálkozzunk, amit Isten igéje tilt. Tehát, ha mindig szilárdan él szívünkben, hogy legyen meg az Úr akarata, akkor kiürítjük a tóla kapott poharat, a szabadulást keresünk a minket gyötrő gonosztól.
ez egy kicsit zárójeles exkurzus volt itt, de hát azt éreztem, hogy ezt itt el kell mondani. Nincs fanatizmus, hogy keressük a szenvedést, és nincsen az sem, hogy ha van egy szenvedés, akkor én már nem is keresem a kiútat. De azokkal az eszközökkel, amik nem istentelenek, lehet keresni a kiútat. De Jézus az atyától veszi át, ami viszont van, ami megmaradt szenvedésnek. Jézus tudja, hogy ezt nem tudja meggyógyítani, nem is kereste, de belelépett tudatosan. Érezzük, lezárva a jézusi gondolatkört, Jézusról szóló beszámolót itt, közvetlenül, a közvetlenül róla szóló beszámolót, nem vakvéletlen, ránk törő baj, nem rettegés a jövőtől, vagy félelem a gyengességtől, nem nagyfokú önzőség, hanem Jézusban tudatos, isteni hatalommal bíró személy belelép a saját szenvedéseibe, hogy az övéit mentse, és közben az atya akaratát teljesíti. A szűken vett ige magyarázat eddig tart. Továbbra is az igét szeretném azonban magyarázni, kimondva, hogy ez a történet ő róla szól, mégis rólad is. Elsősorban ez a történet Krisztusról szól. Szóval nem az az üzenet, hogy légy te is ilyen. Hogy próbálj meg emberi erővel ilyen tulajdonságokat kicsikarni. Nem, elsősorban őt dicsőítjük, őt, aki erős a szenvedéseiben. Ott és akkor erős volt. Az erő sugárzott mindegyik tulajdonságából. De miközben ezt szemléljük, magunk is megerősödünk. Krisztust szemlélve a passió történetben nem egy gyenge Istent látunk, hanem egy nagyon erős Istent. És őt látva erőre kapunk. Hogy ez az erő mi velünk is lehet. Hogy ez rólunk is szól. Az ő ereje a miénk is lehet. Mert sokkal többet mond el a szenvedésről, mint amit mi nyugati emberek meghallani mernénk. Hadd mondjam most így, kereshetjük őt a szenvedéseinkben. Másképp mondva ugyanezt, átvehetjük tőle. Igen, ami rajtunk múlik, nem keressük a szenvedést. Igen, ami rajtunk múlik, amikor benne vagyunk, keressük a kiútat, igen, kérjük a kiútat, igen, imádkozunk a kiútért, igen, élünk az isteni gondviselés emberi eszközeivel, igen, ezt mind megtesszük, igen, keressük, de ami szenvedés van és marad és ott van, azt őtőle vesszük át. Értitek? Értitek ennek a titkát? Úgy kereshetjük, mint aki az erős Isten keresjük benne. Mint akik az erős Isten keresjük benne, és egyszerűen nem is értjük, hogy hol is ez az erős Isten. Hogy hatalma lenne megszabadulni a katonáktól. Akkor miért nem teszi? Akkor miért van ez az egész? Hogyha egy szavától hátra hőköltek a seregek, akkor hogy lehet, hogy az erős Isten mégis odaadja magát? A mai új szövetségi történet, és ezért szép, hogy János evangéliumában benne vagyunk. A napi kalauzt, ha olvassátok, Lázár feltámasztásának történetének az előkészítésében vagyunk. És Mária és Márta, két testvér, akinek a testvérük Lázár meghalt betegségben. Amikor megérkezik a mester, szinte megrázzák a mestert a szavaikkal, bocsánat. Ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvére. Hát te vagy az erős Isten, beled akarok lenni a szenvedésben. Ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Tegyük hozzá, az egyikőjük hozzáteszi, tudom, ha bármit kérsz, az atyától megadja neked. De nem értjük, hogy hogy lesz a gyengeség erő. Mi csak keressük a szenvedésben Istent. És ez egy felszólítás. Mi csak nyugodtan keressük, és akarjuk vele megélni azt,
ahogy Mária és Márta nem tudott másnak panaszkodni, hanem Jézusnak. És Jézusnak panaszkodott. Ott volt velük. Ott volt velük a szenvedésben. Tőle vették át, ha szabad ezt mondani. Nem vagyunk egyedül, ha krisztusi emberként élünk a szenvedésben. Ez ennek a szakasznak az ereje. Nem egy egyszerű pirula, hogy amiközben gyönyörködsz Krisztus erejében, magad is erőssé válsz. Ez is igaz. De miközben gyönyörködsz Krisztus szenvedésében, és a magad élettörténetében, betegségben, a gyászban, küzdelmekben megéled azt, keresed őt, hogy hol is van, és talán többet kezdesz megérteni az erő művészetéből, hogy ott van nála, és értünk van ott, és ő pedig értünk van. Mert a lezárás fele közeledve, mi sokszor nem annyira a Jézusi karaktert hozzuk, bár néha megadatik ez is, hanem a péteri karaktert. Csapna, vágna, kaszabolna, düvel, indulattal, erőből, ahogy jön, megmutatom, elegem van, kész, fejjel a falnak. Ez emberi erő. De az isteni erő Krisztusnál van. A mi dolgunk keresni őt a szenvedéseinkben, és nem hagyni, hogy a kísértő azt hazudja, hogy ő elhagyta volna az övéit, mert a legmélyebb pillanatunknál is mélyebbet élt ő át, hogy bennünket megszabadítson. Nem mindent értünk. Vagyok, aki vagyok. Én vagyok, mondja Jézus. Ez hát a mai evangélium. De leszek, aki leszek. Nagyobb, mint te, de érted, élő, meghaló és feltámadó Istened. Ahogy ebben a lázári történetben olvassuk, Jézus ezt mondja, én vagyok a feltámadás és az élet és a halál visszahőkölt. Amen. Imádságban legyünk még együtt. Istenünk, köszönjük neked, hogy a gyülekezetünket most a passió történetbe vezeted. És köszönjük neked, hogy erővel teszed ezt. Mert te látod, hogy mi, amikor kirándulunk, és látunk egy kálvária dombot, végignézzük a képeket, akkor néha azt gondoljuk, hogy hát igen, igen, micsoda szenvedések és fájdalmak, és valahogy a gyengességet halljuk meg belőle. Mert amikor a családtagjainkat, a betegágyon látjuk, gyerekeinket, szüleinket, házastársunkat, vagy ne adj Isten kórházba kísérjük őket, akkor mi azt gondoljuk, hogy mi erősek, belépünk oda a gyengeség helyére. Tagadásunkat leplezi ez le. Mert van, amikor valóban gyengék vagyunk ott, de van, amikor ehhez kell a legnagyobb erő, hogy a szenvedést hordozzuk. De ehhez szembe kell vele nézni. Ehhez meg kell látni, hogy ez most van. Hogy bármennyire is igyekeztünk szabadulni tőle, minden eszközt, ami nem istentelen használni ellene, mégis jött. És mi gyerekek vagyunk, akik félünk egy tűszúrástól félő gyerekekhez hasonlítunk, toporzékolunk, elszaladnánk, pedig te meg akarsz mutatni valamit a szenvedésben, az erőt. Urunk, a világ feje tetején áll, és mi azt hiszük, hogy így áll normálisan. Amikor az erőst mondják, erősnek, a fizikailag erőst mondják erősnek, és a fizikailag gyengét gyengének. És így történik meg, hogy idősek, betegek, fogyatékkal élők a perifériára sodródnak. De te nálad nem így van. Köszönjük, hogy te új ember, te vagy a második Ádám Krisztus, te vagy az új ember, aki nem bujdokoltál a kertben, hanem előléptél. Te
te vagy az, aki hatalommal léptél elő, és te vagy az, aki nem önmagadba gubózódtál a fájdalmadban és szenvedésedben, hanem másokért. Másokért használtad a hatalmadat, mert az atyától vetted azt át. Urunk, köszönjük, hogy nekünk is megnyitod ezt a második ember utat, szent lelked által, a krisztusi bennünk munkálkodó ember által. Köszönjük, hogy megtapasztalhatjuk, hogy a bajban nem leszünk magányosak, mert nem válunk önzővé. Persze leszünk magányosak úgy is, amikor magunkra hagynak. Nem ezt mondjuk most, amikor önzővé válunk a bajban. Köszönjük, hogy a te lelked kell hozzá, de megadatik, hogy a szenvedésben meglássuk a másikat. Hogy családban élünk, hogy társadalomban élünk, hogy felelősek vagyunk egymásért. Így add meg nekünk, Urunk, hogy mindenkor erőt merítsünk belőled, erős Istenből, aki vagy, aki voltál és aki leszel, mindvégig mérettünk. Így adj vigasztalást a gyászolóknak, akik szeretőket vesztették, az elmúlt héten volt esetleg temetés, vagy jövő héten lesz, vagy éppen régebb óta hordozzák már a gyász fájdalmát. Erősítsd a betegeinket és bennünket, vagy azokat, akik egészségeseknek mondják magukat, újra és újra tanítsd, hogy mit jelent akár a gyülekezeti tag, a családtag, a rokon, a barát gyengességét látva, mégis erőt látni, meríteni. Te vagy közénk, újra és újra, Krisztusi egységet. Te, aki így tanítottál minket imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Szeretett testvérek, Jézus Krisztus szavával bocsátunk el benneteket, így vegyük az áldást. Jézus Krisztus mondja, én vagyok a feltámadás és az élet. Isten legyen velünk, áldás, békesség, viszont látásra, viszont hallásra.